tervtanács. Ne csak az ár alapján válasszuk ki a tervezőt, kérjünk tőle referenciákat. Vissza a múltba. A Gabion technológiával évezredes kivitelezési mód tért vissza. Töltött tégla. A magyar piacon is megjelent a legújabb, hőszigetelő anyaggal töltött vázkerámia. Munkavédelem. A komoly építési vállalkozások egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a biztonságra. Köszöntöm építkezési magazinunk nézőit! Jelentősen megoszlik az építkezők véleménye arról, hogy egyszerű vagy bonyolult ma Magyarországon családi házat terveztetni és építési engedélyt szerezni. Az minden esetre elmondható, hogy érdemes már a telek vásárlásakor utána érdeklődni, mit és milyen formában engednek meg a jogszabályok az adott területen. Ahhoz, hogy idáig eljussunk, vagyis már látszódjék, miként is fog kinézni leendő otthonunk, hosszú utat kell bejárni. Ha elképzeléseink már vannak, először egy jó tervezőt kell találnunk. Az engedélyezési tervet ugyanis az építetővel közösen az építész munkálja ki. Az sem hátrány, ha már a telek kiválasztásában is szakember segítségét kérjük. Hát általában határozott elképzelésekkel jönnek már, tehát vagy listán, vagy kockáspapíron megszerkesztve, kész háztervekkel jönnek, és itt kell majd szembesíteni őket azzal, hogy az előírásokat is, szakmai követelményeket, esztétikai követelményeket hogyan lehet az ő elképzelésével egyeztetni. Magyar János azt mondja, hosszú évek tapasztalatai azt mutatják, legalább 1000 olyan kérdés van, amit fel kell tenni a megrendelőnek a tervezés során. Bár valóban sokan előre megrajzolják, milyen házat szeretnének, gyakran derül ki később, nemhogy a szabályozással, de a saját igényeikkel sincsenek tisztában. Tudni kell az egyes családtagok szokásait, életviteli vagy fiziológiai problémáit, ennek is meg kell felelni. Ha valamelyik gyerek zenét tanul, és azt akarjuk, hogy ne zavarja a többi családtagot esetleg egy dob vagy egy kürt kurzussal, akkor annak is meg kell teremteni a feltételeit. Tehát a család úgy érjen, hogy tagok egymást ne zavarják, és ugyanakkor legyen meg a harmonikus együttlétnek is a tere. Ez egy komplex feladat, és ezt egyedül az építető nem tudja megoldani, ehhez kell a szakember, az építés segítsége. A tervező dolga, hogy felvegye a kapcsolatot a hatósággal. A Városépítészeti Irodán derül az ki, hogy engedélyköteles-e az építkezés vagy sem, és ha igen, milyen szabályok vonatkoznak az adott területre. Ha az építész megvan, akkor ugye van egy telek, van egy ingatlan, ahova az építkezés majd megkezdődik, ahol, és nyilván van egy program is, hogy akkor mit szeretne az építető megvalósítani, hogyha ez összeáll, és az építész minden kezdő paramétert megkap, akkor megkeres minket adott esetben, és tájékozódik arról, hogy az országos, illetve a helyi jogszabályok mit tesznek lehetővé az adott ingatlanon. Építési övezeténk vannak a városban, egy családi házat nem lehet fölépíteni mondjuk egy ipari-gazdasági övezetben, vice versa, egy üzemi csarnokot nem telepíthetek egy lakóövezetbe. Igen, fel van osztva a település külterület, belterület, és akkor ezen belül is differenciálódik. A családi háznál maradva az alapparaméterek az adott építési övezetben mondjuk a beépíthetőség, maximális beépíthetőség, hogy mekkorát lehet, építménymagasság, milyen magasra mehetek, mekkora zöld felületet kell biztosítanom az ingatlanon, mekkora lett a burkolt felületem, és ezek a szabályok egészen aprólékosan elmehetnek akár a végletekig is egy műemléképületnél, vagy egy helyi védett épületnél, megmondva azt is, hogy akkor a cserép színe, 2 pont, és az csak az lehet. Fordulhat az is, hogy muzeális értékek lehetnek a föld alatt. Ilyenkor régészeti feltárást írnak elő. Máskor településképi véleményezés jöhet szóba, hogy a hatóság lássa, illeszkedik-e a városképbe a tervezett ingatlan. Mindez megnyújthatja a tervezési folyamatot.
Magyar János szerint erre 6-9 hónapot mindenképpen érdemes szánni. Így biztosan olyan házunk lesz, amilyet szeretnénk. Az engedélyezési tervnek tartalmazni kell a teherhordó szerkezetek minőségét, azoknak a kapacitását, anyagát, ugyanígy a burkolatoknak, a különféle gépészeti berendezéseknek a műszaki megfogalmazását. Meg kell oldanunk az energetikai követelményeket, tehát a engedélyezési tervnek ma már része az energetikai számítás, amellyel besoroljuk az épületet, tehát ezt ma már a rendelet kötelezően előírja. Meg kell becsülnünk a bekerülési költséget, és ezt az engedélyezési tervbe rögzíteni kell. Az építési terv készülhet számítógéppel vagy kézzel. Erről a rendelet nem határoz. Ha elkészült, a polgármesteri hivatal városépítészeti irodájára kell benyújtani. Január 1-től ez elektronikus formátumot jelent. Az ETDR rendszerén keresztül akár otthonról is föl lehet tölteni ezeket a terveket. Megindul az eljárás, és a hatóságnak 15 napja van arra, hogy döntést hozzon. Ebben a 15 napban bizonyos dolgok nem számítanak bele, tehát ez kitolódhat, hogyha szakhatóság vesz részt az eljárásban, tűzoltó, ANTS, környezetvédő, például osztam, akkor kitolódhat, nekik 30 napjuk van az elbírálásra, és ez nem számít bele értelemszerűen ebbe a 15-be. Vagy hogyha hiánypótlást kell kiírnunk, mert mondjuk a tervdokumentáció nem teljes, pótolni kell, javítani kell, az sem számít bele. Hogyha sikerül a benyújtás pillanatában teljes körűen mindent hiánytalanul, akár a szakhatóságikat előzetesen is beszerezve benyújtani, akkor 15 nap elteltével az építetőnek építési engedélye van. Ennek birtokában azonban még nem építkezhetünk. A munkát ténylegesen akkor kezdheti majd meg a kivitelező, ha az engedély jogerőre emelkedik. Az építési engedély megszerzése azonban nem megy mindig ilyen simán. Ha például valamilyen szabályozási paraméternek nem felel meg a tervezett épület, a kérelmet a hatóság elutasítja, és megakaszthatják a folyamatot a szomszédok is, amennyiben ügyfélként bevonják őket az engedélyeztetésbe. A jogerős építési engedély 2 évig érvényes, és további 1+1 évvel meghosszabbítható. Arra, hogy elkészüljön a beruházás, 5 évük van. És hogy mibe kerül mindez? Az építéshatósági eljárás lefolytatása illetékköteles. Ha nem kell szakhatóságot bevonni, családi ház esetében ez 25 000 forintot jelent. A tervezésért az építészek általában a becsült kivitelezési költség 1,2-1,5%-át kérik el. Ha valaki most áll neki a családi háza terveztetésének, érdemes elgondolkodnia a most bemutatandó anyag használatán. A Gabion technológia évezredes múltra nyúlik vissza, napjainkban azonban egyre gyakrabban találkozhatunk vele, mind a közterületeken, mind a családi házak környezetében. A felhasználásnak csak a fantázia szab határt, hiszen készülhet belőle kerítés, támfal, pihenőpad vagy akár virágtartó is. Gabion technológia nem új találmány, már a rómaiak is alkalmazták hadászati építményeikhez. Neve is az olasz Gabione, nagy kosár kifejezésből származik. A technológia lényege, hogy a különböző méretű, eleinte vesszőből font kosarakat a felhasználás helyén különböző anyagokkal, legtöbbször kővel töltik meg. Ezt a módszert sikerrel alkalmazta többek között Leonardo da Vinci is a milánói San Marcovár építésénél. Az évszázadok alatt a kosarak anyaga változott. A fémipar fejlődésével megjelentek az acélhúzalból font kosarak, majd napjainkra kialakult a hegesztett acélhálós kosár. Mindez már magyar szakemberek által kidolgozott kobox rendszer keretein belül valósult meg. Hegesztett acélhálós kosarakkal gyakorlatilag bármilyen formájú építmény kialakítható, akár egy családi ház környezetében, akár közterületeken. Építhető belőle támfal, súlytámfal,
falburkolat, kerítés, kerti bútorok, de belső építészeti felhasználásuk is ismert, sőt, mi is építünk belső építészetet is. Díszítés céljából asztal, ülőbútorok, mindenféle kreatív dolgok készíthetők belőle. Ahhoz, hogy ezek a szerkezetek valóban időtálló esztétikus részei maradjanak környezetünknek, fontos a pontos tervezés. Egy kerítés vagy támfal esetében mindig ki kell kérni az építész véleményét, valamint elengedhetetlen a megfelelően méretezett alapozás. Mint említettük, a hálók töltőanyaga leggyakrabban kő. Ha ez a kő a kivitelezés közelében fellelhető, akkor a munkát rendkívül gazdaságossá teheti, hiszen csak az üres kosarakat kell a helyszínre szállítani. A kő mellett természetesen bármivel feltölthetőek a kosarak. Az anyagválasztásnál azonban érdemes figyelembe venni az alkalmazási területet. Ha kültérre, akkor mindenképpen fagyálló töltőanyagot kell választani, de ez lehet cserép vagy egy építkezésen megmaradó sítanyag. Kinek mi fér bele az esztétikájába, tehát kinek mi az, ami még elfogadható, hogyha látszó felületre kerül. Aztán belső térbe kerülhetnek más dolgok is, van, aki üveggel tölti meg, vagy láttunk már olyat, aki műanyaggal, tehát műanyag flakonokkal töltötte fel például a gabionját. Ezek inkább dekor és kreatív célú alkalmazások voltak. A változatos formavilág és a töltőanyagok végtelen lehetősége, valamint a gyors és tiszta építési folyamat miatt egyre több építtető és építész választja ezt a technológiát. A már említett helyi építőanyag felhasználása pedig gazdaságossági szempontból sem elhanyagolható. Mindezen előnyök miatt döntöttek a beruházók például Veszprémben e rendszer mellett. A 8-as főutat keresztező kerékpáros aluljáró támfala készült el gabion technológiával. Szerintem egy esztétikus, környezetéhez jól illeszkedő helyi építőanyagokat befogadó alkalmazás. Ebből kifolyólag a költség vonzata is elviselhető. És hát külön örülünk, hogy egy veszprémi vállalkozás az, aki az igényeknek megfelelő kosárszerkezeteket létrehozza, és akkor így az építőanyagot helyben bele lehet ezekbe a befogadó kosarakba tölteni. Én úgy gondolom, hogy ez egy szerencsés megoldás, és ehhez a tuboszíderes átvezetéshez is technikai színvonalát tekintve is jól illeszkedik. Egy modern hangvételű oldott felületet ad, és idővel az a növényzet, ami a kövek közti por meg föld ráhordásokba bele tud kapaszkodni, ez még élővé is tudja tenni. Én bízom benne, hogy ez egy ilyen kellemes, szerethető, jó megoldás is, és ahol ezt jól lehet alkalmazni, azokon a helyszíneken tovább terjed. Az otthon egyszerű eszközökkel, különösebb szakértelem nélkül is összerakható kisebb kerítésektől, padoktól kezdve, egészen a hozzáértő tervezést és profi szakembereket, kivitelezőket igénylő támfalakig számtalan kreatív ötlet megvalósítható a gabionból. Egy új ház építésekor mindig adódik a kérdés, miből készüljenek a falak. A piacon a különféle anyagok sokaságából kiválasztani a megfelelőt nem egyszerű feladat. Sok mindent figyelembe kell venni, a statikai tulajdonságoktól kezdve, a hőszigetelési képességen át, egészen a környezetre gyakorolt hatásokig. A most bemutatásra kerülő tégla minden területen kiválóan teljesít, így a vásárló biztos lehet abban, hogy hosszú távú döntést hozott a választásnál. A falazat a ház olyan szerkezeti eleme, melyet beépítés után már nem lehet kicserélni. Érdemes tehát átgondolt döntést hozni, és olyan megoldást választani, ami hosszú távra ad, statikailag biztos, energetikailag pedig hatékony megoldást. Régi épületeknél e két feltétel általában csak utólagos homlokzati hőszigetelés készítése esetén teljesül. Nemrégiben azonban olyan innováció jelent meg a hazai piacon, mely mindkét kritériumnak megfelel,
ráadásul egy termékben. Ez a tégla, mivel önmagában a tégla belsejében tartalmazza a hőszigetelést, és a kerámia váz szerkezet pedig egy nagyon jó elbíró képességet ad, ennek a kettő nagyon fontos követelménynek egyszerre megfelel. Mégpedig oly módon, hogy egy ásványgyapott szigetelő réteggel töltik fel a téglát. A 44 centi szélességű téglát kiégetés után síkra csiszolják, aminek jelentős funkciója lesz a beépítéskor. Miután ez megtörtént, elhelyezzük az ásványgyapott betéteket a tégla belsejébe. Ezek 4 cm vastag ásványgyapott betétek, és összesen 7 darab van a tégla teljes keresztmetszetében, az összesen 28 cm ásványgyapott szigetelés. Csak összehasonlításképpen elmondanám, hogy ennek a téglának a hőszigetelési képessége ezáltal olyan jó lesz, mintha egy elavult üreg szerkezetű tégla, egy 38 cm-es tégla vagy téglafalra rátennénk 16 cm polisztirolhab hőszigetelő rendszert. Az újfajta téglához speciális építési technológia is tartozik. A csiszolt technológia használatánál megismert módon kiemelt fontossága van a kezdősornak. Erre a célra rendszeresített szerszámokkal kell a viszintbe állítást elvégezni, hiszen a soroknál ennek javítására már nincs lehetőség. A második sortól kezdve már a csiszolt technológiához tartozó kötőanyagokkal kell dolgozni. Csiszolt téglákat már a HS profinál, illetve a K üregrendszerű profi téglánál is megismerhettük, hogy kétféleképpen építhetjük, egy vékony ágyazó habbalcsal, vagy pedig egy másik lehetőség a Dryfix ragasztóhabbal. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a téglák síkra csiszoltak. Tehát itt nincsen szükség a másfél 1,2 cm-es habas réteg kialakítására, hanem egy 1 mm-es hézag lesz csak a téglák között a megépítés után. A Dryfix ragasztóhabnak az alkalmazásának nagyon sok előnye van. Nagyon gyorsan építhető vele a falazat. 4 darab ragasztóhab csíkot kell kifújni a tégla felületére. Erre van egy speciális szerszám, egy Y alakú kifújó, ami 2 csíkot fúj egyszerre a tégla felületére, és ebből kell a tégla két szélére egyet-egyet kifújni. A ragasztóhab kifújása után kezdik el a téglák elhelyezését a ragasztóhabba, még mielőtt a ragasztóhab elkezd megszilárdulni, és utána természetesen a téglák már nem mozgathatók, de a kötés után ez egy nagyon nagy kötőerőt ad a falazatban. A különleges kötőanyag mellett még egy fontos, elengedhetetlen technológiai lépése van a szigetelőanyaggal töltött tégla alkalmazásának. A napi munka befejezésekor egy erre a célra rendszeresített fóliával kell a sorok tetejét lefedni, hogy megóvjuk a nedvességtől. ...2020-tól a családi házakat már közel zéró energiafogyasztásra kell megépíteni. Ez pedig alig több, mint 7 év. Ezért nyugodtan kijelenthetjük, hogy az az építtetőhoz helyes döntést, aki már ma ezt a megoldást választja családi háza felépítéséhez. Stábunk a forgatások során rengeteg építkezésen megfordult már. Láttunk nagyon komoly felkészült kivitelező csapatokat és rendkívül trehányan dolgozó, az építőiparnak komoly presztízsveszteséget okozó társaságokat. Szerencsére elmondható, hogy ezekből egyre kevesebbel találkozunk. A magukra valamit is adó vállalkozások egyre komolyabban veszik a munkavédelmet is az építési területen, így náluk évről évre kevesebb munkabaleset fordul elő. Míg az elmúlt években stagnáló építőiparról és az építőipari termelés volumenének csökkenéséről szóltak a hírek, addig az utóbbi hónapokban mintha megfordulni látszana ez a tendencia.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai 2013 tavaszától növekedésről számolnak be az ágazatban. Júniusban például 12,4%-kal nőtt az építőipari termelés az előző évhez képest. Az építőipar területén 2012-ben 818 munkabaleset történt. Zuhanás és omlásveszély, áramütés, többek között ezekkel kell szembenézniük azoknak, akik egy építkezésen dolgoznak. Ezért kiemelten fontos a munkavédelem. Egy olyan építkezésen vagyunk, ahol műemlék jellegű felújítást is végez a kivitelező. Itt vesszük számba, hogy mire is kell figyelni a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében. Amikor megkezdjük az építkezést, el kell készítenem egy egészségvédelmi biztonsági tervet, és az építkezés folyamán pedig folyamatosan a munkavállalókat ellenőrizni, hogy betartják-e az előírásokat. Egyéni védőeszközöket használják-e, az állványok szabályosan vannak-e megépítve, állványokat ellenőrizni, állványátadás, áttörési papírokat elvégezni. Kiemelt figyelmet kell fordítani például az állványzat felépítésére. Egy átadás átvételi jegyzőkönyv rögzíti, hogy biztonságos-e a használata. Az építkezéseken ahhoz, hogy dolgozni tudjanak, ideiglenes elektromos hálózatot építenek ki. Az elosztószekrények működőképességét 30 naponta ellenőrizni kell, amit az építési naplóban dokumentálnak. Légy szíves, fújj meg ezt a tesztet. Azt is ellenőrzik, hogy a dolgozó munkaképes állapotban jelente meg, nem fogyasztott-e alkoholt. Nagyon fontos az elektromos hosszabbítók megfelelő szigetelése. A nem megfelelő minőségű szigetelés halálos kimenetelű balesetet okozhat, de a villamos kéziszerszámok évenkénti felülvizsgálata, az egyéni védőeszközök, a fejvédősisak, a megfelelő lábbeli használata is a biztonságot szolgálja. Utóbbiak hiányában a hatóság egy ellenőrzés alkalmával akár le is állíthatja a munkát. Kötelezően kiadjuk a munkavállalóknak személy szerint, hogy milyen védőeszközöknek a használata kötelező, és ezt rendszeresen ellenőrzük. Az a munkavállaló, aki ezeket a dolgokat nem tartja be, azt ugye fegyelmi vétséget követel, és ezért írásbeli figyelmeztetést fog kapni. Amennyiben következőleg sem fogja ezeket betartani, akkor pedig sajnos elbocsátással jár. Bár a dolgozók sokszor érezhetik úgy, hogy kényelmetlen a védőeszközök viselése, többségük tisztában van azok fontosságával. Én személy szerint azért tartom fontosnak az egyéni védőfelszerelések használatát, mert ebből, hogyha nem használja az ember, ugye baleset történhet, és ha baleset történik, akkor a család, a munkatársaknak az életfeltétele romlik, nehezebben tudnak megélni, nagyobb fizetéskiesés. Az építőipar veszélyes iparág, ezért a munkavédelmi felügyelőség folyamatosan ellenőrzi az építkezéseket, a szabályok betartását. Az építőipari tevékenység a korábbi tapasztalatok alapján tudjuk, hogy az egyik legveszélyesebb tevékenység, ahol viszonylag nagy létszámú a munkavállaló, és az elmúlt évek baleseti statisztikája is azt bizonyítja, hogy bizony bármennyire is figyelnek, bármilyen sok hatósági ellenőrzést is végzünk ezen a területen, mindezek ellenére itt fordul elő szinte leggyakrabban a súlyos, esetenként halálos kimenetelű munkabaleset is. Mindez abból is fakadhat, hogy az itt dolgozó munkavállalók többször más munkáltatók alkalmazásában állnak, és nem figyelnek kellően egymásra. Mindenki az abban érdekelt, hogy a saját munkáját tudja minél előbb elvégezni, hiszen a határidő, mint tudjuk, ebbe a tevékenységbe is szoros. A munkavédelmi szabályok betartásában nem csak a dolgozóknak, de a cégeknek is sok feladata, nagy felelőssége van. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek egyértelmű, hogy a legnagyobb érték az ember. És ez a dolgozókra hatványozottan is igaz, hisz minden létesítménynek a legfőbb felelőse azok a dolgozók, akik ezt létrehozzák. A saját létszámunknál, vagy saját dolgozóinknál természetesen azt határozza meg, hogy ne csak a bért, és a részükre járó szolgáltatást biztosítsuk, hanem a munkavédelmet is,
hisz a dolgozóink nagy része érték is, nem csak ember, hanem érték is, hisz ha kiesik a munkából, nem csak a magának és a családjának jelent problémát, hanem egy cégnek is. A dolgozók minden év elején munkavédelmi oktatáson vesznek részt, ahol az új gépekkel, eszközökkel, az új szabályokkal és esetlegesen az új védőfelszerelésekkel ismerkednek meg. Ezt az oktatást minden egyes új beruházási helyszínen meg kell ismételni, hogy a rájuk leselkedő veszélyekre felhívják a figyelmet. A szabályok betartatásával egyébként a tapasztalatok szerint egyre kevesebb a gond. Úgy tűnik, a munkavállalók is megértették, hogy mindez nem ellenük, hanem értük van. Ennyi fért építkezési magazinunk legfrissebb számába. Továbbra is várjuk Önöket internetes csatornáinkon. A Facebook és a YouTube mellett most már weboldalunkon is tájékozódhatnak az építőipar aktualitásairól. A jövő hónapban is számítunk megtisztelő figyelmükre. Építkezzünk együtt, viszontlátásra! Műsorunk elkészítését támogatták. Barabás Téglakő Kft. Az Ön udvari szállítója. Lasselsberger Knauf. Építő megoldások. Schiedel kéményrendszerek. A család biztonságáért.